Sziasztok! A Checkpoint és az IGN újabb podcastjén a teremben, a mikrofonok előtt Stöker Gábor, Stöki! Sziasztok! Zalaba Ferenc, hát őt meg gondolom ismeritek. Nekem is van beceneve. Lehet, hogy engem is ismernek. Mi egyébként igen, hát legalább most megismernek. Aki 5,5 pontot adott az mérges madarakra, de... és itt vagyok még én is, Sasa. Stöki, bemutat. És itt van Sashegyi Zsolt. Sasa, nem tudom, mit mondjak. Hát igazából 38 győzelemmel, abból 23 KO. Meg legalább 40-szer a fejemre olvasta, 228 vereséggel. 5,5 pontot adtam arra Angry Birds-re. Na, de nem ezért vagyunk itt, hanem... Sajnos nem ért az annyit. Nem, nyilván hát, nem. Megért, hogy 5,49-et szerintem. Kicsit fölkerekítettem, az az igazság. De most ugye nem erről a szarról fogunk beszélni, nem, hanem egy másik szarról. Az pedig a Sasa. Az X-Men Apokalipszis, amit ugye múltkor két filmet vártunk a legjobban az Amerika Kapitány podcastben. Az egyik volt a Suicide Squad, illetve a másik pedig az X-Men. A amit... két szuperhősös filmet, azt tegyük hozzá, hogy igen. A kategóriában szűkítve. Igen, és egyébként már a múltkor is kicsit kezdtük unni a szuperhős filmeket, és az az X-Mennek a legújabb eljövetele az nagyjából azt konkluzálta bennem, hogy ez kihagyhatta volna a világ. Igen, igen. Ezt mi az Istennek csinálták meg a profiton kívül? Ja, hát egy akkor parádi nem tudom. Előző rész után, mert egyébként azt tegyük hozzá, hogy Singer visszatérése ugye az első meg a második rész után az eljövendő hónapjaival visszavette a stafétabotot a kezébe, és az egyik legjobb, hanem a legjobb X-Mennel jött, és nyilván azt várta mindenki, hogy na majd akkor ezután. Igen, ugye Brian Singer rendezőről beszélünk. Pontosan. Aki a két X-Men után kihagyott kettőt, ugye? Kettőt, és aztán... hát az elsőt azt azért a The Last Stand-et, hogy megrendezhesse kedvenc szuperhősének visszatérését, az volt a Superman visszatér, amit nagyon kevesen szeretnek, de én abban kevésbé tartozok, aki nagyon szereti. És hát ugye a következőt meg azért nem rendezte meg, már nem is tudom miért. Az volt a First Class. Igen, a First Class, azt meg a Matthew Vaughn, aki azért elég közeli kapcsolatot ápol vele, baráti kapcsolatot, és ő is benne volt végül is. Tehát ugye a sztori szállításban, de nem ő rendezte meg. És aztán fanfárokkal visszatért az eljövendő múlt napjaival. Ami szerintem igen, így az X2 után talán a legjobb X-Men majd, epizód. Majd sorba rakjuk a X-Men filmeket. Igen, lesz egy ilyen fejezet is. Az egyik legjobb szuperhős film is. Most, hogyha már a kettőről, meg az eljövendő múlt napjairól beszélünk, szerintem. És aztán most meg így elkúrta. így az életrajzba így berakott egy kakit. Ezek szerint akkor mind a hárman egyetértünk abban, hogy az apokalipszis az nem igen, sikerült igen. Annyira fényesen. Hát nem annyira. Igen. Nem, sőt, én bevallom, hogy megpróbáltuk megnézni másodszor is. Úristen. Megpróbáltátok, és mi történt? Hát, hogy ugyanaz, mint az Angry Birds-nél, hogy kijöttünk fél óra után a moziból, mert... Nem az Angry Birds-ről beszélünk. De nem, hogy csak, hogy utájára egyébként a Nincs, aki beszél háromról jöttem ki, úgyhogy így... Tényleg... Végülis a legjobb film, amiről kijöttem, az eddig az apokalipszis volt, hogyha ilyen rangsort állíthatunk. De nem volt jó, sőt, rosszabb volt, mint először. Mert akkor talán még azt vártam, hogy jó lesz itt, meg tudtam, hogy nem, de mindegy. De kanyarodjunk akkor kicsit vissza. Ugye volt az első rész, meg a második rész, ami egyrészt egy nagyon új dolog volt annó szerintem, mert akkor a képregényfilmek azért nem tartottak ott, ahol most tartanak. Közel se hoztak annyi pénzt, sőt, igazából estek keltek a kasszáknál. Hát meg nem raktak bele pénzt, tehát ilyen másodvonalbeli stúdiók foglalkoztak vele, hát ilyen B-filmek készültek, ugye Amerika Kapitányból is, meg Fantasztikus 4-esből is, amit végülis nem mutattak be utólag, de mellett ilyen Phantom, meg hasonló az árnyék igen, ilyen igen. filmek voltak. És az X-Men előtt volt olyan? Igen. Mik voltak azok? Hát a Superman film? Hát a Supermanek, meg a Batmanek. Az ő Superman ugye, film? De közvetlenül előtte két persze. évvel, ami szerintem elég nagy hatással volt erre is, meg mondhatni a Matrixra, meg az egész ilyen 90-es évek, 2000-es évek ilyen akciófilmes zsáner megközelítésének, az a Penge volt 1998-ban. És az is egy Marvel film. Szerintem egy korszakalkotó darab. De ugye a mainstream felé tényleg az X-Men volt az első, ami elvitte ezt a zsánert. És pont a múltkor néztem egy dokumentumfilmet erről a Marvel történetről, hogy ez hogy meg mint alakult, és állítólag ez volt az a film, amikor úgy döntöttek, hogy az egészet nem húzzák le a kukába, mármint ezt a saját szuperhősfilmjeiket, hanem jött az X-Men, és minden várakozás felül teljesítve eredményezte azt, hogy most minden hónapban két szuperhősfilmet nézünk. És egyébként ez szerintem nagyon jó alap volt, én most újra néztem az elsőt is, meg a másodikat, sőt a eljövendő múlt napjaig az összeset, és azt kell, hogy mondjam, hogy mind történetében, mind pedig a múltkor, hogy az Amerika Kapitányt
azért is dicsőítettük, hogy végre kimozdultak a képregényfilmek abból a mederből, hogy a konfliktusok vannak a hősök között, és most azt így kicsit vissza kell szívnom, mert szerintem az X-Men 1-ben, meg a 2-ben a karakterek viszonya, az egymás kialakított kapcsolataik sokkal jobban meg voltak alapozva, és erről szóltak a Singer filmek. Jobban működnek a motivációk, vagy igen, jobban ki vannak bontva. De egyébként az X-Men képregényekben mindig is ez volt a lényeg, tehát a rombolás, meg a szokásos... Azt hittem, azt mondod szopás. És tényleg azt mondtam. Tehát a szopás... Zalus, most már vedd ki a fejedbe. Nem, ezt tudod, ez az lehetett, amikor a valamelyik Emmanuel az X-Men kazettára volt máshol, vagy a gyerek. Mi történik? Tehát a szokásos szuperhősködés helyett ott is a karakterekre volt helyezve a nagyobb hangsúly, meg hát tudjuk jól, hogy melyik ilyen rétegnek a kedvenc képregényvilága az X-Men. És nem tudom, hogy melyik beszéltünk. Réteg? Zsidók? Hát, vagy kire gondolsz? Lehet zsidókról is beszélni, de inkább a homoszexuálisok szeretik. Igen? Nagyon, mert ugye... Ezt nem tudtam. Miért? Ilyen, hát kirekesztett emberekről szól, ja, igazából, akik ugye... Ez nekem egyáltalán nincs. Felismerik a... Nem, nekem sem jött ez így. Különböző tulajdonságaikat. De ez biztos így van, vagy ezt... Nem, ez tényleg így van. Hát a Singer is azért kattant rá a dologra, mert tudjuk, hogy ő... Ja, mert ő meleg? Hát ő biszexuális, ezt vallotta be. Engem ugye a filmek szoktak érdekelni, úgy. Nem tudom, ezek a dolgok szerintem nagyon jó, hogy így jönnek ilyen szuperhős filmeken is. Na, szóval visszakanyarodva kicsit, hogy ezek a filmek meg a Singer filmjei erről szóltak, hogy vannak jó karakterek, akiknek között működik a kémia, akik között el tud dönteni, hogy ki miért és mit csinál, esetleg ha dönteni kell, melyik oldalra áll, és ezek nagyon jól működtek még az eljövendő múlt napjaiban is, és aztán most szerintem kanyarodjunk a jelen filmünkhöz, amelyikben ez a dolog, sőt az eddig felépített dolgok ilyen kukába lettek dobva, vagy legalábbis én így éltem meg. Hát igen, főleg, hogy most olvastam egy interjút nemrég a Singerrel, amiben azt mondta, hogy hát igen, vannak olyan filmek, amiket a látvány viszel a hátukon, az a legnagyobb gegjük, és nekünk is vannak látványos jeleneteink, de a mi filmjeink mindig a karakterekről szóltak. Hát ez pont nem jött át ezen a filmen, tehát így nem, gyakorlatilag nem voltak benne karakterek. Nem, abszolút nem, és maguk a jelenetek is ilyen, kicsit ilyen esetlegesen jöttek egymás után, hogy tehát a sztori sem volt úgy kigondolva rendesen. Igen. Úgy egyes jelenetek jók voltak szerintem, élvezhetők, hogy egy jelenet a sokból, de úgy összesen rohadtul nem állt össze. És már begyakorolt hősök se is, mint egy tanástalanul álltak volna a kamera előtt, hogy most akkor Magneto ott volt, és miért is volt ott, és... Hát Magnetót azt úgy, ahogy megmagyarázták, az a képregényben is egy nagy fordulópont volt, ugye spoileres, aki beszélünk, azt... Igen. Nem kell hangsúlyozni, hát, hogy ott is megölt, volt egy felesége, meg egy lánya, és meggyilkolták, és attól kattant be ismét. És ezt itt újra elővették, és szerintem ez a rész ez úgy, ahogy működött. Habár kicsit megmosolyogtató volt, hogy Magneto elment Lengyelországba egy acélkohóba dolgozni. De legalább ő elment valóban, és csinált valamit, még Jennifer Lawrence az ugyanazokat a jeleneteket ismételte, amiket már a korábbi X-menekben is láthattunk, hogy elmennek valahová, és akkor keresnek új mutánsokat. Hát igen, és ahogy én csak arra tudok egyébként gondolni, hogy most az történik, hogy mindenki a Marvel filmeket másolja, és mindegyik próbál nagyobbat durrantani. És aztán, amikor jöttünk ki a vetítésre, akkor is talán mondtam, hogy mintha mindenből plusz 10 percet akartak volna ráverni a Marvel filmekben, tehát hogyha itt volt 50 perc CG, akkor itt legyen 55. Uh-huh. És ez nem működött egyáltalán. Főleg, hogy pont a Marvel húzta most be a kéziféket a polgárháborúban, sem voltak olyan gigantikus akciójelenetek, a repülőgépes összecsapást leszámítva, de egyébként emlékezzetek vissza az Ultron korában, egy egész hegyet dobtak rá egy városra, itt ilyenek már nem voltak, meg a hangyába sem. Az hát is a hangyában nem is került 250 millióban, mint mondjuk a polgárháború. Ja, hát a polgárháborúban szerintem ott a gázsik vitték el, Robert Downey Jr.-nak biztos ki kellett fizetni, vagy 50-60 milliót. Hát, erről is lemaradtunk. Ja. Maradt a az alust idézve. Értem. Na. Szóval nem működött. Eleve nekem a főgonosz nem jött össze. Már eleve, ahogy őt megteremtették, oké, biztos így volt a képregényben, megmondom őszintén, lehet, hogy ez aluliskolázott vagyok, de nem olvastam olyan képregényeket, amiben ez a főhős szerepel, de utána az, ahogy ő így random összeszedett pár embert. Nem, az
nem volt rendesen kifejtve, hogy, hogy miért állnak be hozzá a Metallicát hallgató angyal, ugye? Meg kik azok, akik beállnak hozzá? Meg miért akarják elpusztítani a világot? Miért, igen, tehát, hogy, hogy gyere is elpusztítjuk. Ja, oké, okay, elpusztítjuk a világot. Gyere is felszabadítalak. Miért a Szilok az, az börtönben volt? Az megértem, hogy az angyal az nem szerette a helyzetét, mert ugye egy, egy gladiátor volt kvázi NDK-ban, de de attól még, hogy odajön valaki, és azt mondja, hogy gyere, felszabadítalak, akkor oké, nem megyek vele, hogy jó, akkor melléktermékként elpusztítjuk a világot. Ez a ciklon, ciklonnak akkor esett le, hogy mibe vállal, hogy mire vállalkozott, amikor látta, hogy a másik mutáns társát ott folytogatja. Igen, de az nem volt neki elég clue, hogy ott, ott közben, ugye pont amikor találkoztak, egy intéssel három embert lefejezett a csávó. Őt homok szemmel. És egyébként ezt a trükköt később nem vette elő. Jó, le tud fejezni embereket, de a végső harcban akkor miért is fejezne le bárkit, hát, amikor az író... sokkal nehezebben is ugye el lehet intézni embereket. Tehát, hogy, hogy, hogy tökre nem volt logikus az se, hogy ő akciózott, és nekem mondjuk a, még ugye a maszkja se működött annyira, vagy nem tudom. Főleg, hogy ilyen közelik voltak. Igen, ahol igen, így nézett, annyira... nézett, mint aki nagyon másnaposan ébredt, így új évreggelén kb. És Inkább röhelyes volt tényleg, mint félelmetes. És akkor egyébként ott volt a ciklon, amiről meséltél, aki egyébként pikpakát állt az ő oldalára, annak ellenére, hogy ugye ő neki a példaképe az pont a Jennifer Lawrence-es karakter volt, tehát hogy az sem volt nekem egy túl logikusan fölépített történet. De szerintem Psylocke, akit Psihének hívtak a szinkronizált változatban, ő járt a legrosszabbul. Ő egy ilyen testőr volt. Ennyit tudtunk meg róla, miközben a képregényekben egy nagyon fontos. Szegény Oliver Mann, és ő a Deadpoolnak a női szerepét utasította vissza ennek a filmnek a kedvéért. Szerintem nem járt jól. Nem, nem. És annyira jó lenne egyébként, benne van a pakliban, hogy nem fog annyit hozni, mint a Deadpool. Igen. És ugye a producerek kicsit elgondolkodhatnak azon, hogy a Deadpoolra elköltöttek 60 milliót, erre meg 250 milliót, és a másik film sokkal többet hozott, meg sokkal többen szeretik, sokkal többször újra nézik, hát... Tehát kell ezeket a dolgokat szerintem értékelni. Nem, az biztos, mert ez, ami mostanában megy, ez a 250 millió alatt nem gyártunk szuperhős filmet, az szerintem nonsens. Tehát ilyen pénzkidobás. Ennek mennyi volt a büdzsé egyébként? Hát 250 millió. Körülbelül. Igen. És akkor gondoljatok bele, hogy még egyszer ennyit mondjuk ráköltöttek a reklámra. De a polgárháború is ugye ugyanannyibe került, és Amerikában nem fogja megelőzni mondjuk a Pókembert szerintem. Annak ellenére, hogy milliárd fölött fog hozni worldwide, de Amerikában a egyre több pénz nem hoz egyre több bevételt. Szerintem még van esélye utolérni a Pókember. Most olyan 400... 10 éves filmről beszélünk legalább, amit utol kell. Jó, hát hogyha mondjuk inflációval felhozzuk az eredményt, akkor nyomába se jön meg. Ugye előbb beszélgettünk, hogy a Pókembereknél még nem volt 2D, vagy nem volt 3D. És úgy sikerült 400 millió fölötti számot összehozni. Ja, azt elmondhatjuk, hogy a 3D-nek itt nem nagyon volt értelme ebből a filmből, ugye? Mostanában melyik filmben van értelme a 3D-nek? Hát, annyira hozzászoktunk már. Nem? Én nem szeretem a 3D-t, de mondjuk a Dzsungelkönyve az szerintem nem volt rossz 3D-ben. 3D nélkül is ellettem volna. Mert nekem a Star Wars az tetszett 3D-ben. IMAX-ben. Utána megnéztük simán, és ott annyira nem volt erős. Hát lehet, hogy azért, mert a kópia minősége kicsit más volt, 2D-s. De ez most már szerintem csak arról szól, hogy plusz X dollárral többért tud adni a jegyet. Hát igenis, most már egyre kevesebben választják ezt. Itt Magyarországon kvázi rá vagyunk kényszerülve a legjobb időpontokban csak 3D-vel megy meg. És szinkronosan egyébként, ami ennél a filmnél nem volt túl nagy előre. Nem. Úristen, Magnetónak milyen rossz volt a szinkron hangja. Is. De egyébként még mindig jobb volt szinkronnal hallgatni a Sophie Turnert, mint eredeti hangján, nem tudom, hogy ismeritek. Hát nézitek a Trónok harcát, tudjátok, hogy milyen. Én nem nézem. Így beszél a csaj, úgyhogy... És ő játszott a Jean Grey-t. Igen, ő mondjuk nem volt egy jó színész választás szerintem. Hát nem, de sok mindent nem is kellett csinálni a karakterrel. Még egy nyomat kontaktlencsét se adtak rá, hogy tényleg a kék szemű vagy zöld szemű színésznő, hogy belőle hogy lesz a barna szemű Famke Janssen. Mutáció. Ja, oké. Okay. Volt egyébként... Mágia. De egyébként most Jean Grey jut eszembe, hogy a múltkor az Amerika kapitánynál pont arról beszéltünk, hogy ugye a Pókember csak belett dobva, és hogy nem volt fölépítve a története, meg a hangjáról is, és ebbe a filmben pont azt éreztem, hogy most már kicsit unom, hogy 58-at szó kell, és súlykolják belém, hogy a Magneto az ketrecet hajlított gyerekkorában. Nem érdekel, tudom, hogy ki a Jean Grey, nem kell nekem 68-at szó megmutatni, hogy ő itt van.
tehát szerintem túl vannak ezek most már tolva. Nekem az volt így az érzésem, hogy már túl sok szuperhős van ezekben a szuperhős filmekben. Hogy emlékszel a rémiféle pókemberekre? Ott volt 2 vagy 3. És annak a harmadik része pont azért volt rossz, mert meg már 3 fő gonosz volt. Mert meg már csak, igen, és akkor jó, persze az X-Men az egy csapat, tehát ott azért több szereplőt fel kell rakni a saktáblára, meg kifejteni kicsit a hátterüket, de aztán meg ezt elkezdték a másik oldalon is, hogy akkor a gonoszoknál is legyen még több, meg álljon össze a X az Y-nal, meg A, B-vel, és már annyi szereplő van, hogy ez egy ilyen csapda helyzetbe kerülnek ilyenkor. Plusz behozták a régieket, hogy mert a Kyklopsról megtudtuk, hogy lett igen, Kyklops. Igen, mindenkire egy kicsit rá kell irányítani a Rivalda fényt, és akkor ettől így teljesen szétforgácsolódik a dramaturgia is, meg a színészek se kapnak elég teret ahhoz, hogy színészkedjenek. Abszolút emlékezetes dolgot. Az a baj egyébként, hogy tényleg rengeteg szereplője van az X-Men univerzumnak, és nagyon sok érdekes van, és nem baj, hogyha behoznak újakat. Csak az a baj, hogy az újakkal nem foglalkoznak annyit, amennyit kellene, inkább a régieknek a történeteit mesélik el újra meg újra. De valamit már sokat szor. Hát ennek ugye most az állatorvosi lova volt a szegény Psylocke, aki tényleg, amit mondtál, egy ilyen bodyguard volt. Kellék baba volt, vagy nem tudom. És hát én jó, elnézegetem Olivia Mann-nak a sztombjait, de azért csajban sokkal több van ennél. De egyébként eddig nem volt zavaró. Tehát például láttátok azt az anim gifet, amiben egy hallal táncol? Nagyon jó. Úristen, mindjárt rákeresek. Beszélgessetek, mindjárt jövök. Olivia Mann, fish, anim gif, és nevetni fogsz. Ez hogy találtad meg? Hogy így rá beírtad? Valaki elküldte nekem, és tényleg ilyen, nem hiszem, hogy ezt így sok színésznő bevállalná. Na szóval visszatérve arra, azért ez eddig nem volt gond, nem? Az alus megtalálta. Még keresem. Szóval az előző részben se volt gond a sok szereplő, valahogy itt lett ez már így probléma. Vagy talán túl sok. Igen. Itt van például Higany, aki az előző rész sztárja volt, és most effektíve ugyanazt a sót előadja még egyszer. Szinte kottára, csak más a helyzet, amiben éppen belecsöppen. Hát meg ezt most már így abszolút ilyen slapstickra vették, tehát ilyen röhögős poén volt az egész megmozdulás, amiközben embereket mentett ki egy robbanás közepéről, elkezdett ott szórakozni, hogy ide rakta a halakat, akkor a kutyának a szájába rakta a pizzát, meg hasonló, tehát ilyen gag volt az egész. Mert azt gondolom, az előző részben mindenki szerette, és akkor na most erre is tegyünk rá plusz 2 percet. Igen. És a Rozsomák, ő mit keresett a filmbe? Hát ezt bele kellett tenni. A Kameónak az túl izzadságszagú volt szerintem. Azt a rohadt. Megtaláltad az a nem kifejezet? Megtaláltam. Mondtam. Hát ez kellett volna. Olivia Mann. Tehát ez az Olivia Mann. Hát a filmben nem ilyen volt. Nem ilyen volt. Hiányzott a hala kezéből. Jó, hát ez hálás téma azért podcastben, sőt, egy anim gifről beszélni. Igen. majd linkeljük oda. Lennék hal, hallod. Szóval itt volt Higany is, amivel mondjuk egyébként többet lehetett volna kezdeni, mert nagy kedvenc volt. Őt megotthagyták, ahol volt eddig is. És egyébként játékidő lett volna, mert ez megint egy 2,5 órás szuperhős film volt, ami megint csak túlzásnak érzek. Mert ebbe a történet szempontjából volt egy bő másfél óra körülbelül. Azt sem tudom már, miről szólt. Hát, hogy fölélet 3600 év után az apokalipszis. Az első mutáns, ugye ezt mondjuk. Igen, az első mutáns, aki olyan nagy hatalmú mutáns, hogy amikor a Xavier beült a Cerebróba nyomozgatni, hát észre se vette, hogy ott van egy hatalmas mutáns a Moria mögött, nem baj semmi. Mert tetsz halott volt. Meg miért ébredt föl, mert a Moria elhúzta a függönyt, miközben az ébredt föl, mert besütött a nap, igen. Imádkoztak, igen. És nekik egyszer se jutott eszébe, hogy... Milyen jó, hogy 3600 évig el volt húzva a függöny. Lehet, hogy máskor akkor kudom, amikor pont nem sütött be. Simán el lehet kérni, tehát meg 4-kor. Meg lehet magyarázni, tényleg csak este mentek le, és most először mentek le napközben imádkozni. Na mindegy, tehát fölélet 3600 év után ez a mutáns, és így látta, hogy a világ szar. Igen. Hogy az emberek ordibálnak rá a paksziból. De ez is megint, hogy így akkor megint a tévékészülőre tesszük a kezünket, és akkor így a világ borzalmai megint bevillannak, ezt kb. 68 filmben láttuk. Hamis isteneket imádtok, majd én megmutatom nektek. Tudjátok, melyik filmnek volt ez a directory make-je, ez az egész vonal, a Pengeszent háromságnak, abban Dracula ébredt föl, szintén egy piramisban. Pedig az egy elég szar film volt. Igen, az egy oltári szar film volt. A Blade, amilyen jó volt az első film, szerintem, vagy ilyen tök vállalható volt, azt elég elkúrták azt a brendet is. És tényleg ott is Dracula fölé lett, csak ő egy ilyen szexboltba tévedt be, és ott jött rá, hogy az emberek megérettek a pusztulásra. Hát az utoljára, aki tévéből tanult, az meg a Mila Jovovich volt
A ötödik, ötödik elemben. Csak ott annak volt egy ilyen érzelmi töltete. Hát itt inkább vicces volt, mint... Honnét tudta egyébként, hogy abban olyan dolgok vannak abban a tévében, aminek kihasznos információ? Hát így nagyon, nagyon gyorsan kiszívta, tehát hogy átkapcsolt az ATV-re, aztán már is rájött, hogy itt mindenek vége. Felgyorsította az adásmenetet. Igen. Épp a klubjárjóban nem telefonált be az biztos tudnának valami technoblablát írni, hogy ráhangulódik a frekvenciára. Hát az volt, hogy így rátett a kezét, igen. És akkor így mutattak ilyen kis tányérokat. De hogy fért hozzá a kapcsolcsugárcsövön keresztül a... Hát ő abszolút teljes BBC archívumhoz mondjuk, vagy nem tudom. Hát figyelj, 3600 éve ezelőtt már. Meg honnan tudta, hogy mondjuk a Star Wars az nem megtörtént, hanem az egy film. Ja. Na mindegy, kihámozta az öreg ügyesen. Igen, és akkor utána elment négy helyre, az első négy mutáns, akivel találkozott, az gyorsan besorolta maga mellé, kvázi. Ugye a negyediknek azért válogatott már, ott elment Magnetóért. Aztán utána ez a négy mutáns, ez itt álltak mellette. Tényleg a filmnek a 95%-ában a négy lovas az ott állt mellette. És nézett. Igen. De ideges lettem attól már végén. Nem csináltak semmit, csak háttér voltak. Néha vihart. Ezért nem kell behozni új karaktereket. Nem, de tényleg főleg úgy, hogy azokkal a karakterekkel se tudsz mit kezdeni, akik már ott vannak. Most már nem is tudom, hányadik X-Men, hatodik? Tehát ennél az is jobb lett volna, ha elmegy az öreg mutáns idősek otthonába is a bácsikat felhergeli, és jön az apokalipszis. Fú, tényleg elsütött ezt a poént, azt hittem, hogy ilyen, nem fogja, egyébként de... Egyébként várom, hogy podcast, és hogy nem látja a közönség, hogy ki az, aki aztán... ezeket mondja, hogy így, hogy így megvernek egy busz megállóba. És képzeljétek el, hogy dagad a fej előtt, amikor így készül rá erre a poénra. És aztán kezdődik az apok-kapok. Hát, szopástól eddig jutottunk. Megnézem inkább ezt a halas quick recover. Nem, de egyébként tök nehéz beszélni erről a filmről, mert sok mindenről nem tudsz beszélni, ami értékelhető lett volna benne. Hát beszéljünk arról, nekem, mi volt szar benne. Hát nekem mondjuk a nyitójelenettel nem volt úgy nagy bajom. Tehát az... Nyitójelenet. Ja, igen, ott járunk a múltban. A piramisban ott ugye ez a mutáns az úgy tud életben maradni sokáig, hogy mindig valami más emberből leszívja a naftát, vagy nem, hát átveszi a testébe, a képességeit. Ezért akarta... Igen, tényleg a képességeit veszi, hát igen. Átvenni a... És aztán ott valami lázadás van, mert felázadnak az Isten ellen a parasztok. A hamis istenek. Igen. És egy kőtáblával összedöntenek egy piramist. Hát egy csomót ott kiütik a izét. Hát szöveket, és akkor... Képzeljétek el, hogy ez az egész bagázs, az mennyire amatőr, hogy nem tűnt fel nekik, hogy itt ásnak egy hatalmas nagy csúszát. Hát ugye nem a Isten meg a csapata építették a piramist, hanem a rabszolgák. És jó, de lehet, hogy felügyelték oda, mert és akkor építés az, hogy mi ez itt? Ja, nem ez kell itt. Látszott, hogy készültek régóta rá. Mindegy, én azt úgy meg tudtam volna enni, hogyha abból valami értelmes dolog kisül aztán. De tényleg egyébként, ami még ilyen értéket jelent volt, ez tényleg ilyen geges, mint a higanyszálnak a... De messze kilógott a filmből, nem? De kilógott, az is így azt mondom. Az előző filmből is kilógott, de valahogy még se zavart. Nem, ott inkább az lógott ki, hogy nem volt folytatása aztán. Igen, hazaküldték, mint a Hókember. És nem hozták be a fináléra. Na, most behozták, de ugye ki is derült róla, hogy... Hogy? Már én vagyok az apád. Magnetónak a fia, de mondjuk nem mondta el a Magnetónak. Erre egyébként már az első részben is volt utalás, de ott még nagyon ilyen csak a hardcore X-Men fanok tudták felismerni, hogy ott azért volt egy kis kikacsintás, ott az anyuka, amikor meglátta Magnetót a tévében, akkor kicsit elkámpicsorodott, vagy elkapcsolt a tévét gyorsan, vagy valami hasonló. Az oké, de ennyire súlytalanul tálalni tulajdonképpen egy ilyen érdemi információt nagyon rég láttunk már filmben. Hát, még mint szóper... az is, hogy kiderült, hogy a hogy hívják azt a csávót, aki a mellkasából lövi ki a sugarakat. Plazma? Plazma, igen. Ő meg aki a szeméből lövi ki a sugarakat, a Klükplopsznak a testvére. És hát őt oda vetették a vadaknak. Ott volt egy poén, amikor kedvenc fáját ketté hasította. Igen. És Ray-ben szemüvege van? Ray-ben van sugár. Hát tudjátok, 80-as évek, és ezek az utalások, tényleg hát... Utalások. Miss Pac-Man-nel játszott meg... meg tudom én, thriller kabátot viselt az árnyék. És hogy az angyal, amikor metált hallgatott, az a Metallicától a Négy lovas című szám volt. Durva, gyerekek! Fel kell pontoznom, mindjárt jövök várjatok. Felül pontoztad. Mennyit adt erre? 4,5. Hát végül is az így. Az egy pont a rosszabb, mint az Angry Birds.
Angry Birds egyébként jobb. 3-4 között ingadoznék. Nem semmi. Hát. Egyébként most nem is tudom, mi lesz a... Merjük kihasználni azt a 10-es skálát, én azt... Igen, azt hogy mi lesz most ennek a következő, vagy a folytatás, vagy itt most... Hát ugye volt egy jelenet a feliratok után, az a Essex Corp nevezetű felirat. Annak jó, jó után... volt megvárni, örültünk. Igen. Feltűnt egy ilyen, és utána néztem, és valami Mr. Sinisternek van egy ilyen cége, aki szintén mutánsokra vadászik, és... Mr. Sinister? Mr. Sinister, igen. Ezen nem reszedek, ez kész munkadarab. Egyébként, ha de egy zenekart alapítunk, akkor... Ja, hát oké, menjenek el új irányokba. Az, hogy visszahozták megint Strikert, az is egy ilyen pillanat volt, mert gyakorlatilag mellékvágányra vitték a sztorit. Ugye fölrobbant a Xaviernek a háza, és akkor hirtelen ennyiben megjelent Striker, és ahelyett, hogy ez a három, vagy nem tudom hány X-men, aki ott túlélte a robbanást, kvázi mindenki, egyet leszámítva, indult volna a Magnetóék meg az apokalipszis nyomában, most őket bezárták egy terembe, és akkor volt egy akciójánat, hogy onnan ki kell őket szabadítani. Ja, hát nem, Striker az egyik olyan karakter volt, akit le kellett volna gajazni így az egész cselekményről. Igen, abszolút, egy ilyen fél óra kiismarathatott és, volna. És még egy ilyen 5-6 karaktert vele együtt simán. De akkor a Wolverine kimaradt volna. És mekkora hát és? Volt? Jézus, ami rossz volt. 68-szor láttuk azt a víztározót. Hát, melyik filmben nem volt egyébként? De milyen szerepe volt Wolverine-nek? Szuszogott egy ketrecben, kiengedték, nézett csúnyán, és elszaladt a ködbe. És csúnyán megöregedett egyébként annak ellenére. Komolyan, hogy... nem tudom, amikor hát a... lassan öregszik, de azért... Amikor a kameracsapdával figyelik a spektrumon a soha nem látott makákófajt, az abban több sikerélmény van, mint... De nem, régen tudom, voltak azok a természetfilmek, amikor ilyen Kodály zenére mentek a kismalacok így az erdőbe. Hát nem tudom, hogy jutott eszetekbe ez Wolverine-ről, de hát nekem hogy, úgy hát nézett... hogy egy ilyen állatként jelent meg a filmben igazából. Jó, hát mert nem, akkor nem éppen, volt, éppen X-fegyver nem volt. Szöveges, ugye... Igen, X-fegyver volt, jött, nézett ilyen állatszerűen. Hát megjött 60 akkor... embert egy... Hát, mint egy állat. Mint egy állat, igen. És ilyen szép borgos felszerelés volt a fején, ami nem viccesítette. Az erdőbe. Igen, hát de előtte ránézett. Megkeresni a, nem tudom. Jingrayre nézett rá, és akkor... Hordáját. Hát, egyetleg morgott is. Ja, őket nem nyírta ki, úgyhogy van remény, hogy magához szok térni. De hát ennélkül kamolyog nélkül is meglettünk volna egyébként, szerintem. Egyébként X-Men filmnek gondoljuk a rozsamánkot is? Maga? Nem. Ki van zárva. De miért? De, hát még a címében is benne van, hogy X-Men kezdetek. Igen. Akkor nem ez a legrosszabb X-Men film, hanem ez a harmadik legrosszabb. Még szerinted a The Wolverine, a második ilyen szerintem farkas más, film az rosszabb. Szerintem a farkas volt a legrosszabb. Igen. Hát, ja, nem, az első, bocsánat. Az a második első. Volt a japános, ugye? Igen. Na, az még nem volt olyan rossz, mint a... Hát ugye a közepéig ugye volt. Elment volna, de aztán megjelent az ezüst szamuráj, meg a életkiszívó képesség, meg a solói mókák, akkor az is így, jaj, rá kellett jönnöm, hogy... Amúgy nem volt úgy, hogy lesz egy Magneto film is? Nem volt ez de, terve? De volt terve, egy X-Men kezdetek Magneto, az lett volna a következő, de hát... De hogy úgy fog kezdődni, nem. Hogy elhalítja megint a kerítést? Hát nem lesz belőle semmi. Megkiöregedett a jelmek ellen? Ez még vele lett volna, vagy... Nem tudom, hogy vele lett volna, de a rozsamákat ugye nem szerette annyira a közönség sem, meg a kritikusok főleg, mondjuk nem a kritikusoknak csinálnak filmet, de mi a közönség sem szerette ezért, hát ezt nem folytatták. Hát az egy második rész lett belőle. Igen. Igen, de most megint ez a film megint arra volt jó példa, amiről már a múltkor beszéltünk, hogy így túl sok szuperhős film van, és ezek meg pont azt erősítik, ezek az ilyen félresikerült alkotások, hogy lehet, hogy a következő már egyáltalán nem fog érdekelni, mert és tök mindegy, hogy jó lesz vagy nem, hanem majd megvárom, hogy oké, ha jó lesz, akkor majd esetleg megnézem, de itt kezdik tényleg abszolút kiölni belőlem a vágyat a képregényfilmek iránt. Tudod, mire emlékeztet ez, amikor gitárhilóláz volt, és emlékszel, amikor minden hónapban jött egy gitárhíró, vagy egy rockband, meg kiegészítő, és én elképesztően rá voltam pörögve, a gitárhíró 3-4, gitárhíró Metallica. Aztán jött a rockband, meg rockband. Rockband, basszus, dob kontroller, azt a mindenit. Aztán vége lett. És tényleg ilyen egy év leforgása alatt úgy lecsillapodott ez a lázat, nem csak így a piacon, hanem így bennem is, hogy azóta elő se vettem szerintem a... Igen, és most az Alussa pont hétvégén SMS-ezgettünk, hogy azért most már ott tart ez a műfaj, ha lehet ilyet mondani, hogy $1 milliárd belépő ahhoz, hogy ez így nagyjából azt mondjuk, hogy nem indult bukón, aztán majd meglátjuk, hogy a többi pénz hogy kalapozódik össze. Jó, ez mondjuk el is 250 millió dolláros reklámköltség, vagy budget meg plusz még egyszer annyi reklámköltség. Ezt akartam kérdezni, hogy jön össze ez a
budget, meg a... Hát ennek... Tehát a 250 millióból az 1 milliárdos... Ezt se szokták bejelenteni, ezt csak a részvényeseknek jelentik be, hogy, hogy az a film, ami valójában 250 millió dollárba került, és mekkora siker volt a közönség felé, az tulajdonképpen nem volt siker, mert még ráköltöttünk 400 milliót reklámra, a külföldről bejövő pénzeknek csak a töredékét kaptunk meg, hogy szegény részvényesek ti csak nem a kaptok semmit. Hát mert ami nem Amerikában megy, az ott csak royalty. Ja, mert hogy az, igen, igen. És most, ha például az Amerika kapitányt nézed, akkor az Amerikában olyan 400 millió körül fog megállni, szerintem az lesz a vége, és egyelőre 6-700 millió lesz, ami, ami Amerikán kívüli bevétel, és annak nem tudom, Zalus, hány százalék az, ami visszapörög? 40? Nem, még annyi sem. Olyan, hát ez azért, a 20-20. De azért, az, és akkor az bukónak lehet nevezni? Hát, hát az Amerika kapitányra azt mondják, hogy ez 400. Egy milliárdos összbevétel? Csak, hogy, ha csak a mozi bevételt nézzük, akkor, akkor egy kis nyereség lehet. Itt igazából a kapcsoltermékekből jön a nagy pénz, hogy mennyi Amerika kapitány figurát tudnak eladni. És így, ezért szoktak a stúdiók izgulni, amiatt, hogy most ki a főgonosz. Ugye most itt a melyik film kapcsán jött elő a Vasember 3 kapcsán jött elő az, hogy a Shane Black, az írórendezőt egy nőt akart megtenni főgonosznak, és így a stúdió kerekperec kimondta, hogy szó sem lehet róla, mert hogy nem tudják eladni a babát, ami készült belőle. Hát igen. És miért ezt a egyiptomi Isten babát, ezt ki az Isten fogja megvenni? Ami hát aki a Skeletort megveszi, mert tényleg olyan volt, mint Skeletor, csak nem koponya volt a feje helyén, hanem az is kék volt. Szóval szumázva 400 millió profitot kell hozni, hogy nullába legyen, mert azt mondják, hogy marketinggel együtt, ugyanúgy, mint a Batman Superman ellen, 400 millió körüli összeget emésztett fel az, hogy egyáltalán itt van ez a film. Egyébként nem hiszem, hogy nagyon rosszul fog szerepelni ez az apokalipszis. Egyrészt az előző filmnek a sikere meg pozitív visszhangja felhúzza, és itt is ugye ki lesz hangsúlyozni ez a folytatás. 10 éve később játszódik, ugyanaz írja, ugyanaz rendezi. És, viszont túl sok a negatív kritika, és még ugye Amerikában nem mutatták be, tehát ennyi negatív kritika még X-Men bemutató előtt nem volt. De a user review-k se jók, tehát nem csak a... Hát a user review-k az olyan annyira nem rosszak. Azt hiszem, az IMDb-n ilyen... Jó, nem szabad az IMDb-t egy-két hónapig még alapul venni, de nem indult el akkor egy zuhanásnak, és ahogy nézem, ugye mi is megírtuk a magunk kritikáját, ott kapjuk az áldást az olvasóktól, hogy nekik sokkal jobban tetszett. Tehát itt a kritikusok meg a nézők véleménye nem feltétlenül találkozik egymással. Ez sosem jó előjel egyébként egy rossz. Azért rossz kritikák, hát döntöttek persze. Már be filmeket. Persze. Amerikában tényleg nagyon-nagyon kritikus érzékenyek, vagy kritikai érzékenyek az emberek. Nálunk meg a világ más részén nem annyira. Viszont már bejöttek a magyar számok egyébként. A hétvégi számok az ilyen 40 ezer körül volt. Persze a legfőbb ok az, hogy nem nézték meg annyian, mint az első részt, meg a legutóbbit, ami 50 ezer fölött nyitott, az, hogy végre jó idő van, és nem mentek el az emberek moziba. És Amerikában miért nincs még ez a film? Azért, mert összehangolták az Amerika kapitány bemutatójával. Ugye Európában az Amerika kapitány már áprilisban mozikba került, kívül nálunk, és tudták a Foxnál, meg a stúdiónál, a másik stúdiónál, hogy kell 3 hét az Amerika kapitány kifutásának, és csak utána küldhetnek egy új szuperhős mozit a filmszínházakban. Te ezt az Amerika kapitány 60%-okat zuhant, vagy 60% körülét zuhant most? Hát mert marha magasan nyitott. Most persze megint zuhant. De ugye még Európában áprilisban nyitott az Amerika kapitány, ezért az X-Men most már be lehetett mutatni sok országban, Amerikában ezért nyit majd egy hét múlva, mert náluk az Amerika kapitány ugye május elején nyitott. És akkor 2 hét lett volna a 2 szuperhős film között, tehát kinyírták volna egymást. Hát, nagyjából az X-ment. Nem tudom, tehát így egyikre se lett volna jó hatással. Az Amerika kapitány túl nagy zuhant volna, az X-menre meg kevesebben mentek volna. Fantasztikus 4-es is Fox volt, nem? Igen. Az is egy jó dolog. Így ezek halmozzák így a jobbnál jobb filmeket. Hogy lehet elrontani a franchise-okat? Hát, jó, de a Deadpool is Fox, és az meg viszont jól sikerült. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a következőt megint 50 millióból csinálják-e, és arra nem tolnak rá 100-ost. Hát azt mondták, hogy ugyanakkora lesz a film, mint az első rész volt. Hát. Tényleg abban is vannak X-menek? Ja. Igen. Az nem ugyanazok játszák. X-Men, nem? Vagy az... Benne van, igen, a társaságban. Hmm. Csak itt nincsen. Ugye a rozsomákban benne volt X-Men kezdetekben. Hogy nehéz lehet elfelejteni azt. Én elfelejtettem. Tényleg már nem emlékszel, hogy abban is Ryan Reynolds játszotta egyrészt. Másrészt meg bevarták a száját annak a szereplőnek, aki a pofázásából él. Tényleg már is felejtettétek, hogy abszolút. Volt benne egy izé. Én nem, nekem ez megvan. De ez csak egy ilyen rövid kis izé cameo volt, hát, nem? Hát
mondhatni, de őt dobták be végül ilyen főgonosznak, a fő monsternek, akit le kellett nyomni, ott egy ilyen gyárkémény tetején küzdöttek vele is. Akkor mégsem emlékszem. Kitörölte az agyam ezt a... Hát ilyen lézereket lőtt ki a szeméből, meg tudom, ilyen nem lehetett megölni, és utána az egész gyárkéményt rá kellett dönteni, az végre használt. Egyébként most nekem így még az a kérdés merült fel bennem, ami a Batman Superman ellennél, hogy most ott van Zack Snyder, akire ugye rábízzák a következő filmet a stúdiónál, és hogy most mi lesz Singerrel, hogy most őt tolják tovább, vagy... Jó, egyébként nem biztos, hogy a Singernek a sara, hogy ez az apokalipszis ennyire rosszul sikerült. Egyrészt ugye nagyon gyorsan meg kellett csinálni. Ugye amikor az eljövendő múlt napja is sikerült, akkor gyorsan 2 év múlva legyen még egy X-Men film. Másrészt a forgatókönyvet Simon Kinberg írta, aki egyébként a producere is az X-Men filmeknek. Meg ő írta a Fantasztikus 4-esnek a forgatókönyvét is. A Frankkel közösen, úgyhogy lehet, hogy az ő körmére kéne egy kicsit ránézni. Mondjuk itt a Deadpool után nem biztos, hogy nagyon bántani fogják. De tényleg egy kicsit át kéne értékelni a dolgokat. Most egyelőre még semmi nincsen bejelentve, tehát nincs az, hogy 2019-ben jön a következő X-Men. Azt tudjuk, hogy az elkövetkező 2-3 évre néhány ilyen még be nem jelentett, de már annyit már írtak, hogy Marvel film bemutató már lesz a Fox részéről, de hogy melyek azokat még nem lehet tudni. Lehet, hogy Gambit Movie fog végre elkészülni, lehet, hogy Deadpool 2, amit már bejelentettek, hogy lesz Deadpool 2, és lehet, hogy az X-Men folytatják, de ezek alapján szerintem tényleg át kell értékelni az X-Men-t. Mert ugye a filmben is elhangzik, hogy mindig a harmadik rész a legjobb, hát itt most visszanyalt a legrosszabb. Hát itt most visszanyalt a fagyi, hogy az mondjuk egy trilógia harmadik része az, volt. Az biztos egy beszólás volt, hogy a Bretnernek, aki... Retner? Retner, igen. Igen, azt megnéztem azt is, hogy ez tényleg rossz. Harmadik rész csinálta. Ennél egyébként jobb. Ennél jobb, igen. De hogy igen, tehát az egy önkritikaként is felfoghat, hogy a második X-Men trilógiának a harmadik része egy... Hát nem annak számták szerintem. Senki nem úgy jöjjön. Legfosabb volt. Úgy egy filmhez, hogy na, most csinálok egy igazán rossz filmet. De a hat közül tényleg ez van a sor legvégén. Hát igen. De legalább megtudtuk, hogy lett kopasz Xavier professzor. Tehát ugye ezért ez se semmi. Fíha. Nem, mint hogyha itt a igen. Kopasz, meg haja van, meg kijátsza abban, ne lenne ilyen kontinuitási kavar, katyvasz, egy kavar, mert hol áll, hol nem áll. Miről tud beszélsz, Zalus? Arról, hogy a Wolverine... Egy korral járt, tudod. Azt hagyjuk, beszéltünk róla, feliratjuk, nem? Van a kis kék tablette. Ezt majd Grettel megbeszéljük, ő úgyis szeret az ilyen időutazós kontinuitási dolgokat. Ja. Hát, ezt majd ha visszahallgatod, akkor... Na jó, hát akkor... Szerintem kibeszéltük, nem? Így most, hogy kezembe nyomtátok a kék tablettát. Hát egyébként nekem nem, mondom én mielőtt megbeszéltük, hogy találkozunk, én akkor úgy éreztem, hogy ez nehéz dió lesz, mert tényleg nem sok minden van, amiről lehet beszélni. Most, hogy most mindenki rossz volt ebben a filmben, meg az új szereplők se voltak jók, meg aki volt, az se volt. Miért volt ott, meg miért volt ilyen hosszú, tehát igazából forgalmazó legnagyobb örömére most hihetetlen kedvet csináltunk azoknak az embereknek, akik eddig esetleg nem látták. Jó, de hát nagyon rendesek voltunk, ezt nem csütörtökön vettük föl, mint a polgárháborút, hanem vártunk egy hétvégét, hogy azért valakik meg tudják nézni az a 40 ezeret. Nézzétek meg a korábbi X-Men filmeket inkább. Igen. Csak hogy valami produktívat is mondjuk. És de, reméljük, azok majdnem, hogy a... Azok majdnem mint tök jók. Szerintem nagyon. Júniusban megjelenik a Deadpool DVD-n meg BD-n, azt meg lehet vásárolni, főleg, hogy egész jó extrák lesznek rajta. Hát ugye az első, ahogy mondtad, az megmutatta, hogy van még nafta a szuperhős filmekben, tehát a Bryan Singer. És nem a vult el egyébként, még a trükkök igen, sem. Igen, igen, és tök jó. A második rész az meg a X-meneknek a birodalom visszavágja kb. Hát igen, tehát igen, az volt az epikus epizód. És talán minden idők egyik legjobb képregényfilm. Igen. Hát minden idők egyik legjobb képregényfilme, csak úgy egyszerűen. Egyébként most így, hogy újra néztem, azt kell, hogy mondjam, hogy így bemerem állítani így az Amerika Kapitány meg a Marvel újra. Az is szerintem. Mondjuk ahhoz, hogy az X-Men 2 ennyire jó legyen, ahhoz kellett az, hogy az X-Men, az első X-Men azt ilyen nagyon-nagyon visszafogottan csinálták, tehát ott egy csomó jelenetet kihagytak belőle, az egész valami 95 perc. Igazából... Bár ez annyi lett volna. Igen. Tehát ott még olyan volt 4-5 jelenet, 1-2 akciójelenet, de mégis nagyon érdekesek voltak a karakterek, akikkel foglalkoztak benne. Jók voltak a színészválasztások, meg ott még tényleg akkor találkoztunk ezekkel a karakterekkel először, még érdekes volt az, amit mondtak. Hát, mennyire földbe döngött mindjárt az első X-Mennek a nyitánya, ami Auschwitzban kezdődött. Előtt a képregényfilmektől az ember azt várta, hogy repkednek és igen. Vicces dolgokat mondanak.
Meg jó volt Batman vadós, mindenki Robin jó után volt. Három évvel. Jean Greynek, a rozsomáknak a viszonya jó volt benne a Cyclops is. Abszolút jól lettek ezek így egymás után görgetve, és aztán most az így... De különben a vadóc az még... Tehát az jó lett kiírva a sorozatban. A harmadik résznek egy nagy erénye szerintem, hogy ott szépen megmagyarázták, hogy a vadóc az a ugye a mutánsságot megszüntető gyógyszert választja, igen. És inkább normális ember és lesz. Volt és volt motiváció, tehát több volt. Igen. Tehát, hogy azért jó, nem volt jó az a harmadik rész, de voltak értékei, és tényleg messze jobb volt, mint ez a mostani apokalipszis. Hát igen, ott szerintem a harmadik részt az utolsó 10 perc cseszte el kvázi, amikor egész odaig azt láttad, hogy ezek a mutáns félistenek kb. Vagy kvázi, azok is meg tudnak halni. Tehát, hogy Xavier is meghalt, a Scott Summers, a Cyclops is meghalt, a Magneto is elveszítette a tulajdonságát, aztán utána a javát visszacsinálták a film végén. Hát igen, ott a végén egy sakbábút megmozdul. Igen, akkor megmozdul a sakbábú. Most már csak az maradt így kérdés, hogy most ugye még jön 2 szuperhős film idén, hogyha nem számoljuk a Teeny Ninja Teknőcöknek az új epizódját. Hát de ez... mi a Suicide Squad mellett? Mi a másik? Hát a Doctor Strange. Ja, azt mindig elfelejtem. Aha, annyira nem érdekel. Hát könnyen lehet, hogy az lesz az a egy Marvelnak az első buktája. Nem, az első ilyen buktája. Egy bukta. Mert hogy néztem... Ilyen John Carter szintű buktát várok tőle én. Hogy nem igazán rajonganak ért a nagy Marvel. Mert semmi szerethető nincs egyelőre, amit ebből bemutattak szerintem. Igen, nagyon-nagyon kevés. Különben, és ezt úgy mondom, hogy óriási Cumberbatch rajongó vagyok. Igen, beszéltük a múltkor, hogy nekem se jött. Az Alus azt mondta, hogy szerintem jó karakter a szerepre. De egyelőre ez még nem jött át. Tehát majd biztos, hogy csinálnak majd egy olyan előzetest, amikor a Cumberbatch tényleg egy ilyen piperkölc figura lesz, mint amilyen a Doctor Strange volt, mielőtt megtaláltam. Egy Cumberbatch. Csak egy Cumberbatch. Szerintem igen. Az emberek, akik beülnek a képregényfilmekre, azok nem feltétlenül olvasnak képregényeket. Tehát az, hogy mondjuk te tudod, hogy egy milyen karakter a képregénybe, az nem biztos, hogy egyébként a jó, de ugyanakkor meg tudják, hogy a Cumberbatch az milyen kvalitásokkal rendelkezik, és hogy azt fogják látni, hogy Sherlockot játszik megint, csak szuper képességek. Gondolod, az a célcsoport, aki ezeket a filmeket nézi, az így a Cumberbatch filmeket így kultiválja? Marasok, amit nézik a Sherlockot, azt szerintem rengetegen szeretik, úgyhogy az biztos, hogy be fog rántani jó néhány embert. Mozogat. És akkor majd a Suicide Squad, mint talán titkos befutó, vagy én nem is tudom. Hát ugye őt megtettük az év egyik legnagyobb sikervárományosának most egy cikkünkben, de szerintem azért elég nagy lútré. Tehát itt nagyon-nagyon ki kell hangsúlyozni majd a bemutató előtt, hogy Batman is benne van, meg azt tudjuk, hogy kb. 3 percet fog szerepelni a filmben, vagy nem tudom mennyit, egy akciójelenben lesz benne, meg a Joker is benne van, aki szintén egy mellék karakter lesz a filmben. Tehát ki kell ezt hangsúlyozni, hogy ezek a be megalapozott karakterek is benne lesznek, és fontos szerepet fognak játszani, még hogyha nem is így lesz. És évvégét majd behúzza megint a Star Wars, mint blockbuster, és minden szétgyak. Ez nagyon így néz ki. És aztán reméljük, hogy a következő évben fel tudják kelteni az érdeklődésünket újra a képregény filmek iránt. Meglátjuk. Bízunk benne. Igen, és ilyen kis ilyen melankolikus. Hát igen. Csak egy kicsit ilyen... Egy köncseppet is. Nem, így elfáradtam tényleg, hogy most idén mennyi 5 képregényfilm volt, jövőre még több jön. És tényleg ez a Luffy egyszer kipukkan, és ilyen hatalmas nagyot fog durranni. Ahogy Stöki mondta itt a Guitar Hero kapcsán, hogy egyik pillanatról a másikra le fognak róla jönni az emberek. És az ilyen apokalipszis jellegű filmek, ezek... Az lesz az igazi apokalipszis. Kitapossák hát, az ösvényt. De igazából belegondoltak, ilyen... mondjuk 3 filmet készít mondjuk a Disney, és mondjuk mindegyiket 400 millió, az el fogják készíteni, tehát az nem úgy van, hogy most akkor állítsuk le, most már elköltünk 200 milliót. Jó, nem, mint hogyha a Disney nem bírnak ki esetleg egy évben mondjuk 1 milliárd buktát, tehát nekik belefér, csak van erre szükség. Meg egyébként tényleg miért kell ennyi pénzt elkölteni egy kép? Tehát ennyi pénzből Spielberg 10 filmet forgat. Kb. Jó, csak hát hányan nézik meg, tudod, meg hányan veszik meg a mi volt a legutóbb, hogy a Kémek hídjának a főszereplőjének az akciófiguráját, hányan veszik meg, mondjuk. De egyébként én nem hiszem, hogy a képregényfilmek nagy részének nagyon jól mennek az akciófigurái. Tehát az most, hogy a Disney elkezdett foglalkozni neked a Marvel-lel. Neked ezt kell mondani, hát van Lego szuperhős sorozat, biztos baromi jól mennek. Az megint más, de azok más szerződések. Most az, hogy a Disney elkezdett vele foglalkozni, és a Disney Store-okból bekerültek ezek a képregény figurák, az biztos, hogy számít sokat, de az X-Mennél biztos, hogy nem. Tehát én ma nem hiszek, hogy az X-Men akciófigurákból egy olyan összegre bazíroznak, ami azt mondják, hogy nem baj, majd abból még összejön 500 millió, mert mondom, nem. Uh-huh. De
ennyire nem vagyok benne. Hát ez majd a jövő kérdése. Ha most három darab Deadpoolt jelentenek be egy X-Men helyett, akkor le tudjuk mondani a konzekvenciákat. Ugye ez nem csak akció figurákat jelent, hanem mint a Star Wars-nál, hogy a tejre rányomják a Chewbacca-t, hogy mindenféle hülyeséget. Abszolút. Meg a videójátékok, meg egy csomó minden van még, ugye? Egyébként nincsenek videójátékok, hogyha belegondoltok, Marvel-esek. Zárjuk? Igen, igen. Kiégtünk? Már beszélünk már mindenféléről, meg igazából már ismételjük magunkat, mint az apokalipszis. Tudod? Majd a töki megvágja. Vagy a... Szopokalipszis. Szopokalipszis. Köszönjük szépen. Mindig a harmadik podcast a legrosszabb. Na akkor, sziasztok. Most, várjátok, miért elköszönünk, legközelebb majd a Warcraft-tal jelentkezünk. És most, hogy ezt kimondtam, most már muszáj lesz megnézned. Képzeljétek el, hogy nem akarja megnézni a Warcraftot. Itt ül egy ilyen... Kicsoda, nem, de majd tudok kérdezni. Hogy tényleg olyan rossz lett, mint amire számítottam? Nem, elcipeljük rá. Na, de ennek azt a utolsó 10 percet majd vág ki, tök ki. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.